feszítsen, mi még itt egymástára számokat. És majd, hogy nem elfelejkeztünk arról, hogy itt vagytok ti is, mármint olyan értelemben véve, hogy látjuk, hogy élveztük a bulit, hála Istennek. De az igazság az, hogy olyan sok hangos rock'n'roll gitározás, meg dobolás közben a hangotokat viszont egyáltalán nem halljuk. Úgyhogy itt az ideje annak, hogy meghallgassuk azt, hogyha milyen az, amikor azt kiabáljátok, hogy JAJ! Nem volt rossz mondjuk, de én azt mondtam, hogy azt kiabáljátok, nem azt dünnyögitek. JAJ! Országa, köszönjük szépen! Hey! Azért meghallgattuk az általános iskola ének úrra, hál' Istennek, rajtunk legalábbis volt, biztos rajtam, annyira nem volt. Oké, következem most egy dal. Ezek után, nehezebb darabok után egy ennél sokkal-sokkal könnyebb és a rock and roll sokkal közelebb álló dolog. Mit is mondhatnék, hogyha ennyi jó csajt látunk egy este a színpadról, mint azt, hogy ha akarod, én lehetek a szexuális tárgya! És azt sem érdekel, nem akarsz tőlem más. Szíjaszod az ágyhoz, elég annyit mondasz lábhoz. Én leszek majd a legkülségesebb kutyád. Bánj velem úgy, mint egy állat, csordass rám a nyálat. Látod, itt van egy ember, aki mindenre kész. Örömmel, haraggal, mindegy, ígél magaddal. És így követlek téged, bármerre mész. Gyere, hadd fájjon, hadd felé, itt vállod már mire én. Gyere, hadd fájjon, hadd felé. Szerte szexuális tárgyat, kielégítem a vágyat, és ezt sem érdekel már, ha nem akarsz tőlem más. Szíjaszod az ágyhoz, elég annyit mondasz lábhoz, én leszek majd. Hűségesen kutyád, bánj bele úgy, mint egy állat. Csornasd el a nyálat, látod, itt van egy ember, aki mindenre kész. Örömmel, haraggal, mindegy, vigyél magaddal, és én követlek téged, bármerre mész. Gyere, de hadd fájjon, harap felé, itt van állom már nő. Yeah.